Kedves közönségünk, kérjük a koncert idejére szíveskedjenek mobiltelefonjaikat elnémítani vagy kikapcsolni, valamint a rezgő üzemmódot is letiltani. Zavartalan közös élményünk érdekében együttműködésüket köszönjük.
Szeretettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a Cifra Fesztivál mai eseményén, koncertjén, eseményén. Bősze Ádám vagyok. Külön nagy tisztelettel köszöntöm a Cifra Fesztivál védnökeit, Víg Andreát, a Zeneakadémia rektorát, Gulyás Gergelyt, a miniszterelnökséget vezető minisztert, Balogh Zoltán, miniszterelnöki biztost, és természetesen, mert hogy ezt minden alkalommal el szoktam mondani, mert öröm ezt elmondani, hogy a Cifra Fesztivál oly sok támogatót tudhat magáinak. A Cifra Fesztivál főszponzora az MVM ZRT, kiemelt támogató a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztere, a Hegyvidék Önkormányzat, a Momkult, a kiemelt magántámogató Várkonyi Attila, további támogatók dr. Rekecki Csaba, Budapest 10., 13. és 22. kerületi önkormányzata, a Violin Travel, a Takler Pincészet, a Szamos Marcipán és az Opera Zongoraterem. Köszönjük a támogatást! Ugye ez az 5. Cifra Fesztivál, és szinte minden alkalommal elhangzik az, hogy az az egyik nagy erénye ennek a fesztiválnak és eseménysorozatnak, hogy rendkívül sokoldalú. Olyan egy kicsit, mint a kaleidoszkóp, bárhogyan is nézünk bele, mindig valami egészen különleges mintát mutat. A mai alkalommal a nézőpont a pszichológusé. Mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi is kell a muzsikáláshoz, és mi kell a zenehallgatáshoz akkor, hogyha maradandó élményt kívánunk szerezni, vagy maradandó élményben kívánunk részesülni. És arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan tudja magát az előadó és a hallgató kondicionálni magát arra, hogy megfelelő lelki állapotba kerüljön. Ebben lesz segítségünkre a szakember, dr. Bagdi Emőke professzor, emeritus egyetemi tanár és pszichológus, de, mint általában az estékben, itt is a zene komoly szerepet kap, úgyhogy keretezzük a mai előadást zenével. Hölgyeim és uraim, Liszt Ferenc harmadik Szerelmi Álmok című műve következik. Előadja Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész. Thank you.
kívánok. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Hát mi itt együtt megállapíthatjuk, azt hiszem, beszélhetek ilyen többes számban, szeretjük a zenét. A zene szeretete mögött azonban ott vannak kérdőjelek. Olyan csodákról van szó, megszülethet egy zenemű, hogyan történik az alkotóban a zenemű megszületésének titokzatos folyamata, tudunk-e erről valamit? Ez lesz az első tételünk, amiről beszélni fogunk, illetve amit együtt végig gondolunk. A második, hogy a megszületett mű valaki művész által eljut hozzánk. Tehát van valaki, aki olyan módon tudja átadni nekünk a megszületett zeneművet, hogy mi gyönyörűséggel hallgatjuk, vagy érzelmeket vált ki bennünk mindenképpen, jót, rosszat, de valamit átélünk, mégpedig azt éljük át, amit maga az alkotó akart nekünk üzenni. Tehát aki művész és tud tolmács lenni, az valami csodálatos dolgot tud megvalósítani, mint egy beleélve magát abba, ami az eredeti üzenet, hogy át tudja adni. De hogy van ez? Akkor ő szolga, aki a beleélés által csak tolmácsol, vagy van-e valami olyan, amit egy igazi művész hozzá tud adni, és ettől valami olyan csoda történik, hogy elszáll az angyal, és érezzük a gyönyörűség pillanatait. És hát hogy van nekünk, embereknek, akik esetleg nem zeneművelő, nem aktív zenélő, de zeneszerető emberek, hogy van, hogy valahogy történik bennünk, valami rárezdülünk, vagy egészen beengedjük magunkba a hallottakat, és az elsodor, kinek köszönhetjük ezt? Mi is egyé válunk azzal, aki megalkotta a zenét, és a tolmáccsal is, aki, mint hermeneutikos, ugye az tolmács görög szóhasználatban, és azt is tudjuk, hogy ez egyben a titkok tudóját is jelenti, tehát, hogy az, aki a titkok tudójaként átadja nekünk mindazt, amit tolmácsolni akar, és amihez hozzáadja saját magát is, vajon milyen utakon hat ránk, és hogyan tud bennünk, és milyen hullámhosszokon mit kiváltani, hogy tudunk mi egyáltalán zene élvező emberek lenni, mindenki az, vagy mitől függ ez? Ha most elindulunk ezen az úton, akkor engedjék meg, hogy egy olyan mottót idézzek, ami az előadásomnak, mint egy az alaphangulatát is szeretném, hogy megadja. Arthur Rubinsteintől vettem ezt a gondolatot. A zenének behatoló természete és érzelmileg megindító hatása van. A zene mozgás, mely valahová igyekszik, önmagát előre tolja és megváltoztatja, egyik hangból a másikba folyik. A zene többet mond érzelmeinkről, mint ezer szó tehetné. És most, ha tovább lépünk, szeretném, hogy gondoljuk már át együtt, hogy a zene alapköve maga a hang. Na de a hang egy csoda, az élet maga mi kép is jelenti egyrészt, idézi a teremtést. Lönvilágosság, miért lönvilágosság? Mert szólt az Úr hangja, legyen. A hang a teremtés erejét hordozza. Minden alkotó folyamatban a hang a teremtés erejével hat. De nem csak a teremtés erejével, hanem a rombolás erejével is. Emlékeznek még ugyancsak bibliai példa, Jerikó falai leomlanak Józsué katonáinak a hangja hatására, egy közös hang, és leomlanak a falak. Micsoda szimbolika üzen ebben a hangnak a destruktív ereje. De hát azért menjünk egy picit még, szökjünk ki pozitívabb hangulati vizekre is, Orfeusz és Euridikát a mitológiában. Nem is sorolnám, csak felvillantok egy-két példát. Ugye a lant hangja, Orfeusz lantjának hangja, életet teremt, visszahozza a túlvilágról Euridikét azért, mert még az alvilág isteneit is mintegy elvarázsolja a lant hangja. És Odüsszeusz, emlékeznek, hogy Kirké és a Szirének szigete, ahol le kellett kötözni az árbóchoz, hogy ne menjen a hang hatására
a hang, a zene, az ének hatására ne menjen őrjöngve oda, hogy átadja magát a hang hívásának és gyönyörűségének. De még csak egyetlen egy gondolat magáról a hangról, ami még egyszer mondom a zene építőköve, mindennek az alapja, a hang az állatvilágban. Nem tudom, a Hammerli patkányfogó idéze valakiben valami ismerősséget, mert ugye az a fiú a sípjával a patkányokat beparancsolta a folyóba a város kérésére. A történet nem tartozik most ide, csak a hang. A síp hatására, a hang hatására, az állat is mivé lesz, megszelidül. De most egy szívemhez nagyon közel álló dolgot mondok, ami engem nagyon meghatott, és megdöbbentett, mikor meghallottam. Mozart zenéjének hatására a tarajos Goethe is hipnózisba esik. Most ez valami olyan csoda. Igen, ilyen csoda a hang, Mozart muzsikája. Biztos sokan szeretjük. És most valóban, ha a hang ilyen építőkő, hogy van az? Hogy jut belénk? És milyen az a belső világ, az az apparátus, amin keresztül biológiailag, organikusan, szervezetileg, mindnyájan mi, akik egyedi emberi lények, az univerzum páratlan csillagai vagyunk, mindnyájan, de mégis ugyanaz a biológiánk, a szerveink működésének a rendszere olyan tökéletesen kidolgozott, és valójában az összhang az a működéseknek, a mozgásoknak, működéseknek az a fajta harmóniája, hogy minden a helyén muzsikál a szervezetünkben is. Így beszélhetünk egy biológiai összhangzatról, és valójában ez maga az egészség. Na de bejut valahogy a hang. Hát hogyan? Hát mind tudjuk, hogy a fülünkön át, és nincs záróizma. Az egyetlen olyan érzékszer, nem tudjuk a kaput becsukni. Vagyis tetszik, nem tetszik, a fülünkön át mindenbe megy, de mégis, ha úgy gondolnánk, hogy a fülünk az a szerv, ami önmagában hall, az csatorna, közvetítő, igaz, hogy olyan módon összekapaszkodva a mozgással és a vesztibuláris rendszerrel, hogy a hang, amin bekerül magába a közegbe, mint rezgés, úgy strukturálja az időt, tehát a ritmus eleve benne van. Ritmus, mozgás, hangzás, és bekerül a fülünkbe. De szeretném azt mondani, hogy egy mozdulattal még muszáj tovább lapoznunk, mielőtt a fő három témára kerülne sor, mert hogy át kell gondolnunk együtt, hogy nem csak a fülünkkel hallunk, az idegrendszerünkkel hallunk, erről később, de hogy az életünk első négy hónapjában bőrhallás érvényesül. Ahogyan az úgynevezett ektoderma, egy csiraplazma kialakul, már van egy kis burok, a fötusz burkából, az ektodermából kettő dolog születik. Az egyik az idegrendszer odabenn, és a másik a kiterített idegrendszer odakint, és ez a bőr, a kültakaró. A bőr az olyan különleges, ami beborít minket, hogy a rezgések elérve a bőrt, már a magzatot úgy érik, hogy mindannyian, hát tudomásul kell vennünk, az életbe úgy toppantunk be, mint pici lények, hogy azok a rezgések, amik a mi bőrünket érték az első négy magzati hónapban, és amit a bőr felvett és már továbbított a közben kialakuló szervekhez, az életünk első tapasztalatait jelentik. És mióta mindnyájan tudják, hogy Nobel-díjat adtak a sejtmemória felfedezéséért, nyugodtan mondhatjuk, minden sejtünk nem csak sejt, hanem tud mindent a nagy egészről, tehát a differenciálódó sejtek, azok mind ezeket a rezgések útján közvetítődő kvázi hangokat magukba fogadták. És mindünkben ott van ez az ősi rezgés alap, ami még most is néha még működik, csak hát természetesen ez abszolút háttérbe szorult, de a zene még meg tud indítani. Hát most nem jó kifejezés, hogy borsózik a háta, egy a szebbet kellene keresnem, de mikor a zenei élményben eljutunk oda, hogy az egész testünk szinte vibráló módon benne van, akkor voltak éppen ez a fajta bőrhallás az, ami még a zenei élményhez hozzá tud kapcsolódni. Na most gondoljuk csak el, hogy ugye tudjuk a pályarendszert, hogy bemegy a fülön keresztül, az érzékszerven keresztül a hang,
és most már maradjunk abban, hogy 4 hónaposok vagyunk, 4,5 hónaposok, és akkor már elkezdünk hallani benn. De hogyan? Hát néhány decibel különbséggel halljuk az a külső hangokat is, de a belső hangokat, és akkor most jutunk valami fontos nyomára. A ritmusben honnan is jön? És honnan jön az, hogy olyan béke van a 72-es szívritmusra az emberben, hogy például japán kutatók síró babákat a bölcsödében azon nyugtattak meg, hogy metronóm hangra, 72-es metronóm ütésekre a babák mind szépen elaludtak. Miért? Mert van egy emlék, mi is az emlék, hogy amikor benn voltak, akkor hallották édesanyjuknak a szív hangjait. Na de mi másféléket is hallunk odabenn. És amit hallunk, például halljuk a bél mozgásoknak a moraját, és olyan hangokat, amik mind az anya felől jönnek, a légzésnek az ütemét. És hogy milyen jelentősége van ennek a 72-es ritmusnak például, hát a Yikingben van egy tétel, ami úgy szól, hogy a zene a szívben. A zene vezető szerve a szív. A szív és a zene abszolút összetartoznak. 72-es ritmus. Valójában azok a ritmusok, amik a zenében aztán legkülönbözőbb módon megjelennek, azok mind valahogy a 72-eshez igazodó módon sajátosak. Hát azok a nyugtató zenék, amikor Bach D-dur-szvitjének az R-tétele elhangzik, annak éppen azáltal lesz 100 ember közül 80 embert megnyugtat, majd mondom, hogy a 20-at miért nem, de 80 embert feltétlenül megnyugtat, és azért, mert van egy háttérritmus, ami egy 40-es ritmusú basszus háttér, és ennek a hatása olyan, hogy mivel alacsonyabb, mint a 72-es ritmus, valahogy beledajkál minket a nyugalomba. És így látjuk, hogy bizonyos ritmusoknak a hatása a szervezetre ős időkben programozott a mi emberi létünk hajnalán, és azok a tapasztalatok, amiket mi a magzati korban megszerzünk, döntő hatásúak. És amikor majd kell komolyan arról beszélnünk, hogy a zenei élmény, akkor el kell önöknek mondanom, egy Arduini nevű kutató, aztán Prachtl, aki tovább folytatta a kutatásokat, magzati ritmik, egyéni ritmus mintázatokat mutatott ki, olyannyira, hogy a temperamentumunknak meghatározója, hogy például mi a magzati korunkban, amikor mit is mérnek, hogy mennyire vagyunk aluszékonyak, mennyit alszunk, mennyire vagyunk élénk, babák, édesanyánk szíve alatt, ennek is van egy egyéni ritmus, amilyen a mi szívműködésünk például, és mindezekből a mozgásosságunk, mennyit mozgunk, milyen élénkek vagyunk, kirajzolódik egy egyéni kis karakterminta, és ez a karakterminta, mint temperamentum 20 éves korodban is vizsgálható, hogy te egy mozgékonyabb vagy, egy élénkebb vagy, egy sokat alvó vagy, egy kevésbé aluszékony vagy, te egy kicsit kevésbé vagy beszólítható mozgásra, és így tovább. Messzire vezetne, hogy még erről szóljak, csak szeretném, hogy amikor mi a hang bejutásának az útját és annak a feldolgozási folyamatát, a meghallást követjük, akkor nézzük meg, hogy mi történik, amikor a fültől aztán már megy tovább, és megvannak az alapmintáink nekem is, neked is, hogy majd, mint mozgékony, mennyire szereted a nyugodtabb zenét, vagy fordítva. Minden esetre bejut hozzánk a hang, és mi történik. Nyilvánvaló, hogy míg a megértésig eljut, a felfogás legmagasabb szintjeik agykéreg, ugye ez a legfejlettebb, legmagasabb szint, addig pálya rendszer az, ami a hallópálya, a temporális lemegy két oldalt, ugye az, ami a legmagasabb szint a hallásban, de hát a befutó hanginger, képzeljük már el, két agyfélteke. Most van az, amikor azzal a beharangozott és kicsit veszedelmes érzett tudatállapotok, egy picit muszáj foglalkoznunk, de tényleg azért, hogy azt érezzük majd, hogy milyen tudatállapotba pottyanunk át egy bizonyos zene hatására, akarva, akaratlanul, mert behatolt a zene a lelkünkbe, az idegrendszerünkbe, de hogy? És megyünk akkor a két agyfélteke felé, először is, hova fut be a hanginger, az bármilyen hang természete legyen annak, bár zenei, vagy egyéb melódia, vagy beszélt hang,
a talamuszba és a limbikus rendszerbe jobb agyfélteke, el tudjuk gondolni, jobb agyfélteke, ami az érzelmeknek a féltekéje. Az összes művészeti csatorna voltaképpen lekottázható, hogy milyen ágai vannak a művészeteknek, az szerint, hogy az érzékszervek látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés. A látása, ugye, a festőművészet, bocsánat, iszom egy kortyot, a festőművészet, a hallás, ugye a hangcsatorna az a zeneművészet, a mozgás az a mozgásművészet, és így tovább, nem is folytatom, szobrászművészet, ahol a tapintás is benne van, meg a látás is. Tehát most akkor ezt egy csatornát mindjárt követünk, mert mi most kiválasztottuk, hogy a hallást követjük, és itt jön a csoda. Úgy képzeljék el, hogy egyedül a befutó hanginger képes arra a csodára, kezdetben vala a hang mint teremtő. Gondoljuk már el, mit tud megtenni a hang. Az összes többi érzékleti modalitást, ami befut, teljesen áthangolja, átszínezi. Olyannyira, hogy a hang, tehát hogy a hang maga érzelmileg, mert érzelmileg ott kapja meg a töltést. Ott kapjuk meg azt az élményt, hogy mit is jelent ez nekünk, és el tudják képzelni, hogy milyen kongruensnek, illeszkedőnek kell lenni a hangnak azzal, hogy például vegyük a látványt. Hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy tűrruhában táncoló, balettöltező lányt látunk, akkor a hozzáillő, ha mondjuk közben meg mondjuk valami trombita harsona, vagy valami zene hallatszik, inkongruens, nem odaillő. Miért? Egy pillanat alatt tönkreteszi a látvány élményét. Mert uralkodó a hang. És hogy ezt nagyon-nagyon fontos éreznünk, értenünk és tudnunk, hogy a hang és a hangszín, van is olyan vélemény, hogy a hangszín, az intonáció, az valójában a hangok felség jelvénye, hogy a legfontosabb. De hát nem csak a beszéd, hang, prozódia, hangszín, hangsúly és így tovább. Ha most mi a zenében gondolkodunk, akkor képzeljük el, hogy az az élmény, ami ott befut, és az érzelmi agyról van szó. Az érzelmi agy, ami mit tud, nincs időfogalma, szegénynek fogalma sincs az időről. De valami van, és ez az a hangtöblet, amit itt most ugyanúgy ki kell emelnem, hogy a hang egyedül képes átszínezni az összes többi érzékletet, de egyedül képes arra, hogy abba a bizonyos másik okos agyba, racionális agyba úgy húzzon be, hogy ott van egy bizonyos 1974-ben felfedezett olyan kis sejtcsomó, Zeitgeber órajeladó vagy időmérő sejtek, hogy a ritmust. A ritmust meg a balagyfélteke méri. Na mutassanak még egy olyan fajta művészeti ágat, ahol mind a két csatorna, illetve mind a két agyfélteke egyaránt nagyon komolyan be van vonva az összélménybe is, és a ritmusnak van egy egész különlegessége, hogy nevezetesen, ugye ezek az órajeladó vagy óramér időmérő sejtek, amik a ritmust követik, vagy egyáltalán lehetővé teszik nekünk a ritmusnak az érzékelését, ezek olyan természetűek, hogy miközben átélem magát a zenei élményt úgy, ahogy képes vagyok átélni, és a ritmust is felveszem, a ritmus olyan uralkodó hatással tör be az érzelmi élménybe, ritmust generál, hogy akarva, akaratlanul elvisz minket az automatikus mozgásig. Szóval amikor halljuk a zenét, és annak van egy ritmusa, valójában a költészet az, amit picit közel hozhatnék, ahol a képi kifejezések, valójában a kép, ugye a jobb agyfélteke álmodik, képzelődik, a képi tudat, képi gondolkodás, analógiás gondolkodás, és ilyen a költészet. És hogy a ritmus tudjuk érzékelni, hogy mit művel velünk a ritmusnak ez a fajta felvétele, hogy mennyire indukálja, hogy mozgásba lendüljünk. Hát csak egy néhány időmértékes versort hagy idézzek. Áprilé Lajosnak a márciusából, a naptüze látod a fürge diákot, a hegyre kicsalta a csúcsra kiállt, csengvede vetve ki budjan a kedves ős evoit a fénybe kiállt. Vagy zeng a csatorna, zeng a hegyorma, zeng, ugye zeng a szíved. Na most, mikor ezt hallod, akkor bizonyára
érzed, hogy miről van szó, hogy a zenében a ritmus aztán ritmust generál, tehát szinte belevisz minket akaratunk ellenére, hogy egy mozgás folyamat elinduljon bennünk. Még ráadásul egy ilyen motoros, mozgásos folyamat, ami lezajlik bennünk, hogy akárha nem fogod az ütemet a lábaddal, vagy nem csápolsz, vagy nem tapsolsz, akkor is belül érzed, hogy mozog benned ugyanaz a mozgás, amit már elindított a ritmus. És akkor ugye innen még menjünk föl a legnagyobb magaslatra, ugye a bal agyféltekéhez, és egyben a kéreg, agykéreg folyamataihoz. Hát ugye itt tudjuk, hogy vannak különböző éberségi szintek, normál éberség, szemtől szembe, nyitott szem, beszélgető kapcsolat, ez az éber természetes tudatállapot. Igen, de tudjuk, hogy van nekünk, emberi lényeknek a tudatállapot szempontjában egy vertikális tengelye is, lefele, meg fölfele. Lefele, hát ezt nagyon jól tudjuk. Amikor például egy kicsikét, ugye a bal agyfélteke az éber tudatnak az abszolút vezére, de amikor egy kicsikét elszenderedünk, vagy még csak nem is, elbambulunk, szoktál úgy lenni, hogy lukat nézünk a levegőbe, nem is szólnak hozzánk, nem annyira vagyunk magasan, differenciáltan az eszünknél. Az a lényeg, hogy ebbe az állapotban jobb agyfélteke aktivitás van. Mert az érzelmi tudat, az álmodó tudat, mert mit tud az érzelmi tudat, az ezt el kell mondanom, de többet nem tudok már róla mondani. Minden tekintetben az érzelmi élet képviselője, és így szeret, szánalmat, irgalmat, szeretetet, kötődést, ragaszkodást, és minden érzelmi hullámhosszot, mindent a érzelmi agynak köszönhetünk. Amelyik nyilvánvaló, hogy kell, hogy kapcsolata legyen a mi okos, racionális agyunkkal, mert ha csak a racionális agyunk volna, akkor nem volna bennünk kimélet, nem volna megértés a másik felé, hanem csak egy olyan autonómia, amivel arra törekednénk, hogy lehetőleg minél inkább értsük meg a világot, és hogy nem volna emberi kapcsolat, nem volna szociális intelligencia. Na szóval itt vagyunk a jobb agyféltekénél, ahol egyrészt tudjuk, hogy a zene úgy is oda, hát birtokba veszi, azt is mondhatnám a jobb agyféltekénket, de ugyanakkor a vertikális tengelyen, ezen a függőleges tengelyen elszenderedhetek, kicsit mehetek le, alfa állapot, alfa, aztán még mélyebbre megyek, téta, hullám állapot, aztán már bele is fogok majd csúszni az alvásba. Igen, ez az egyik, és tulajdonképpen az ilyen megnyugtató, relaxációs zenék is mind azt szolgálják, hogy segítsék elő, érzelmi agy dominancia. Ilyenkor nincs nyitva annyira a szemünk, vagy legalábbis, hát lehet, hogy nyitva van, de nem látunk. Tehát a occipitális kéreg nem annyira működik. A jobb agyféltekében, ugye ez a lenyugtató csatorna a vertikális tengelyen, ez viszi lefelé a mi érzelmi állapotunkat, vagy lehet mondani szépen egész az elszenderedésig és elalvásig. Na és innen kezdődik most, amiért az egész, az előadásban is az a cím, hogy tudatállapotok benne volt, mert van egy különleges tudatállapot, ami a vertikális tengelyen az normál, alap, tudatállapot fölött van, extra tudat, kibővült tudatállapot jelzőket adja a pszichológia. Ez azt jelenti, hogy egy olyan érzelmi állapotba kerülünk, amikor énünknek a határai szinte föloldódnak. Úgy érezzük, hogy mintha fizikailag is kitágulna az ember. Egy olyan fajta különlegesség, amikor az az élmény, amit átélünk, mint egy szétfeszíti az énünk határait. És ezáltal egy picikét a befogadó személy is, mintha sérülékenyebb lenne, mert hogy be tud valahogy lopakodni ebbe az állapotba bármi olyan, ami akár erőszakosan is be tud törni, vagy mindenképpen, ha már kinyitotta az az állapot, az a zene, kinyitotta az énünket úgy, hogy ebbe a bizonyos extra tudatállapotba, kibővült tudatállapotba jutunk, akkor egy olyan fajta belső emelkedettség jellemez minket, ami nyelvünk az tökéletes ilyen szempontból szépen leír. Na most hát én összeállítottam egy olyan fajta listát, amiben azokat az állapotokat gyűjtöttem össze jelzős
állapotokat, amiket mindnyájan megélünk, amikor egy zenei élmény ér minket, egy zenei hatás ér minket. És valamit szeretnék kiemelni. Hát azért mondtam el, hogy a méhen belüli életből milyen alapokat hozunk, mert két fő területe van a zenei élménynek, amikor ez a fajta kibővült tudatállapot, ez a befogadó nyitottság, ez az érzelmi rezonancia magas szinten, amit a zene hatása gyakorol ránk, mikor ez létrejön, akkor az élmények, amiket átélünk, és amiket a nyelvünk a jelzős szerkezetben is szépen mutat, két ágúak. Az egyik az kifejezetten zsigeri, vegetatív, testi. Nézzük, mik ezek. Lélegzetelállító ez a zene, borzongató, szívbe markoló, szédítő. Feleltessék meg a testállapotoknak, honnan jön ez tényleg, szédülünk tőle. Bizsergető, zsongító, vagy akár talpalávaló. Most ezt nem is folytatom, mert ugye érzik, hogy hova megyünk vissza, oda az alapokhoz, amikor először édesanyánknak a testhangjain keresztül megéltük meg a külvilágból jövő hangokon keresztül. Már most csak így visszalépve egy pillanatra, ugye tudják, hogy például a magzat, amikor növekszik és hall hangokat, zenéket, Prokofjev Petruskát például, képzeljék el, hallja benne elég gyakran, és amikor megszületik, akkor újjongva fogadja azt a zenét, amit ő fölismer. De ezek nagyon csodálatos dolgok, mert hol van a zeneiségnek az alapja a testünkben, lelkünkben, nyilván nagyon mélyen. És már csak zárójelet nyitok, mert nem fogok a zenei nevelés mélyére bár egyszer együtt beszélhetnénk ennek a jelentőségéről, de nyilvánvaló, hogy hallja, és mi történik. És mindnyájan, amit hallunk, abból keletkezik egyfajta emlék, ami úgy gondoljuk el, mivel az érzelmi agyunk az, ami az emléket rögzíti. Úgy rögzíti, hát nincs neki időfogalma szegénynek, hogy a jobb agyféltekének, tehát kénytelen úgy rögzíteni az emlékeket, hogy egymásra rakja a hasonlókat. Hallom a zenét, ugyanazt hallom, ismétlem, dúdolom, ismétlem meg, és akkor tulajdonképpen lesz egy olyan fajta izmos tudás az adott dologgal kapcsolatban, aminek úgy mondjuk, hogy a sémája, a mintája ott van bennünk, és amihez már nagyon könnyű hasonlókat hozzá kapcsolni, na nagyon könnyű esetleg azt magát is, mint elemi élményt úgy a ráismerés örömével üdvözölni. Tudjátok, milyen fontos az ismétlés? Meséltél már egy gyereknek esti mesét? Még egy szót se tévedhetsz, mert annak ugyanúgy kell történnie. És miért? Mert bennünk van ez a program, így a sémák, hogy a dolgok így vannak rendben. Ez így van, akkor ami jön újra, az ugyanúgy kell, hogy hangozzék, és így tovább. És így aztán nekünk egy olyan fajta zenei séma készletünk gyűlik össze az élet folyamán, de ahhoz az kell, hogy azért eleget hallgassuk, a zenét hallhassuk, és eléggé ismételhessük, mert hogy ismétlés a tudás anyja ez esetben is. Na most ugye a tudatállapotokról volt szó, extra tudat, kibővült tudatállapot. Szeretném azt mondani, minden olyan, ami a zenével összefüggő, ezt a tudatállapotot, tehát a kibővült tudatot, extra tudatállapotot, amikor is úgy nevezi a pszichológia ezt a kifejezést is használja, hogy én kiterjesztés, hogy mintegy az én határokat kiterjesztjük, és úgy érezzük, hogy határtalan, hogy az univerzummal mintegy olykor különleges élmény hatására egyé válunk. Ezek csak ugyan olyan élménytartományok, ami én nem azt mondom, hogy minden egyes zenei élmény hatására ugyan ez a különleges, extatikus élmény, de biológiai folyamatok szempontjából tudnunk kell, hogy ez a fajta biológiai folyamat zajlik, hogy ez a kibővült tudatállapot érzelmileg olyan érzékenyé tesz, mintha az érzelmi agyunk egy hangszer lenne, akkor még néhány húrt kap, amivel még finomabb lesz a játék, a felvevő játék. Nem tudom, hogy eléggé követhető, amit mondok. A jelentősége rendkívül nagy. Kifinomultá válik az érzelmi agyunk, a sémák gazdagodnak, a hasonlók befutnak, és így gazdagodik a belső világ, és így jutunk el oda, hogy mi egyáltalán
zenét élvezni képes emberekké válunk. És akkor most valóban szinte ilyen nagy lépésekben hadd haladjunk végig azon, hogy gondolják el, hogy milyen jelentősége van annak, hogy van olyan Isten adta tehetség, aki tud zenét szerezni, aki, és Stravinszkitól hoztam egy idézetet, hogy mi történik az alkotóval, mikor alkotja a zenét, hogy gondolkodunk mi erről, nem tudom, hogy gondolkodtok erről, hogy ugyan vajon, aki a zenét létrehozza, megálmodja, aki valamit ad a világnak, teremtés, gondoljatok a hang, mint teremtő, aki valamit átad, ami az érzelmi életünket nemesíti, és attól az ember értékesebb lesz azáltal, hogy kap valamit a zeneszerző által. Stravinszky azt mondja, amikor alkotok, a zene nyelvén beszélek, komponálok, és nem tételezem fel, hogy nem értik, amit mondok. Gondoljuk csak el, hogy mi történik, amikor valaki teheti, hát ugye a tehetség lényege, hogy teheti azt könnyebben, mint bármelyikünk, anélkül, hogy gyakorló ráfordítás vagy tanulás történik, valamit már készebben, készen tud, és ugye minnyáján tudjátok, hogy tehetségről nem beszélhetünk akkor, hogyha nem társul egyfajta olyan odaadással, és hát azt szokták mondani, hogy gyakorolni, gyakorolni, művelni, de én máshogy fogalmazok, az 15-16 éves, 100 nagyon tehetséges, már az oroszlán körmüket kivillantó gyerekekkel folytattam nagyon kiterjedt kutatást egy csapattal, és azt tapasztaltam, nagyon különös az, ahogyan az úgy mondom most már nektek, az igazi tehetség az volt, aki például a zenei tehetség vonalán kb. 30-an voltak, aki szenvedélyesen zongorázott, aki nemhogy elunta volna, vagy elfáradt volna bele, hanem azt mondta, de én ebbe szerelmes vagyok. És ma tudom, hogy a tehetség az, aki nem csak kap valamit, hanem úgy műveli, olyan alázattal műveli, hogy beleszeret, és szeretve odaadással csinál, és az a baja, hogyha abba kell hagyni. Na most ez egy nagyon külön. Na szóval, hogy tehetség. Tehát ugye ez egy fontos dolog, és erről most többet nem tudok szólni, hát egy könyv született erről, tehát két mondatot most mondok róla, nyilván csak utalásszerűen tudom jelezni. Na tehát zenét szerez. Inkubáció, első tételünk, lappangó valami. Most nem tudok a zenéből példát hozni hirtelen, de Bergmannak a Tükör által homályosan című film megalkotásával kapcsolatos önvallomása úgy szól, hónapokig hordoztam magamban, és újra letámadott egy kép. Bordó bársony földigérő függönyt meglebbent a szél. Ez volt a kiinduló pont. Inkubáció, lappangó, olyan elemek, amik fölbukkannak benne, és inspiráció, a következő, az ihlet maga. Mi az ihlet? Módosult tudatállapot. Milyen módosult tudatállapot? Vertikális tengelyen menjünk fölfelé, fölfelé. Kibővült tudatállapot szinte a révületi állapotig érhet, még akkor is, hogyha az alkotó egy általa kidolgozott, kitalált matematikai képletszerűség rendszerébe helyezi be a hangokat, és így alkot valami eredetit. De ez az állapot, ami létrejön, amikor ebbe a kibővült tudatállapotban ő valamit rögzít. Hát József Attila mit is mondott, nézd, mama, kész ez a vers is. Hogy most csak tőle tudtam, ide, vagy hát verssel tudok itt idézni, miután én nem tudok ilyen művészetet elétek tárni, csak róla beszélni. Tehát egy olyan fajta állapot, amiben az inkubációból megszületik az a pillanat, hogy ez a nagyon intuitív, mi az intuíció, érzelmi agyi gondolkodás, amelyik sokszor azt mondjuk okosabb, mint a tudatos agyunk, tehát érzelmi folyamatok hatására is, és inspirál és behatásával kialakuló különleges állapot. Na most mi kell ehhez az alkotó számára? Egy introverzív állapot. Az introverzió, a következő kulcsszó, nem vagyok kinn a világban a figyelmemmel.
és ezt sokszor szokták mondani, ezt a szórakozott professzorságot, hogy nincs jelen, az ott van, meg kérdezed, válaszol is, csak nincs igazán jelenben, mert benn van a fejében. És ez az alkotó állapot, ez nagyon sajátos, mert miközben gyűjti és leírja és rögzíti ebben az ihletett állapotban mindazt, ami a kvázi sugallat, ugye sugallat egy ilyen intuitív folyamat, ami összeállítja benne mindazt, ami érlelődött. Ugye a jobb agyfélteke úgy gondolkodik, pszichológika jellemzi, divergens gondolkodás. Ezért a kreativitásnak is a fészke. Mindent mindennel össze tud hozni. A világegyetemet be tudja fésülni egy gondolkodási csatornába. Tehát egész különleges. Na most így az alkotó, miután az ihletett állapot hatására introverzió és az elmélyülésben ez az intuitív összegondolkodás létre, szinte automatikus összegondolkodás létre tudja hozni a művet leteszi, és onnan kezdve a mű önálló életet él. Ő átadta, és itt jön a második, mi ezt élvezzük, hát Balázs János, Cifra György reinkarnációja, vagy nem tudom, bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, ahogy ő tud játszani, az egész rendkívüli persze, mint majd mindjárt ki is emelem, benne van az az egyéni többlet, az egónak, a saját egónak az a fajta behatása, hogy, és most már rá is térhetek arra, hogy interpretáció, hogy tudnilik majd átadja. De hogy adja át? Az, aki átadja, az újra teremti, az újra alkotja, és az újraalkotás folyamatában az ő gyakorlása, művel történő újra és újra találkozás. Mindig beköltözés az alkotónak a lelki világába. Újra álmodni, újra érezni azt, hogy az alkotó mi az, amit át akart hozni, és elérni azt az ihletettségi szintet, amikor szinte azonossá válik azzal az állapottal, amiben a mű született, újra alkotja. Az igazi művész újra alkotja. Nézzétek, le lehet játszani valamit egy, és ahol te érzed, hogy már megvan az az ihletett tolmácsolás, ahol úgy szólal meg a mű, hogy nem tudunk ellenállni, ez már az a szint, amikor a fölépítésben az újra és újra és újra ismétlés, hogy ismerkedik a művel, az, aki tolmácsolni fogja, hogyan belehelyezi a saját lelkét, de mindig ott van, hogy az ő egója, az ő saját énje, a saját, ami többlet, ami például egy improvizációban nagyon jól kifejezésre juthat. És azt is tudjátok, Esztényi Szabolcs írta le különben az improvizációval kapcsolatban, hogy amikor bemegy ez az improvizáció, az is szabálytudó ám. Nem szabados az improvizáció, hanem nagyon is szabálytartó, nem kell túl szabályozottnak lenni a variációkban, de mindenképpen az már olyan, ami feltétlenül a interpretátor, tehát a lejátszónak a saját hozzáadott olyan értéke, amivel tisztelgés is, meg elhatárolódás is, meg belehelyezkedés is, tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az egyik egészen különleges, legmagasabb szint, legalábbis ezt most csak utalnék rá a jazz kedvelőknek, vannak itt bizonyára olyanok, ezt gondoljátok el, hogy micsoda különlegesség az, ahogy a saját bőrét vásárra viszi, amikor belemegy valaki egy improvizációba, hogy azt hogyan kell védeni, meddig az énje, meddig az, amit bevisz, az alapmotívum, amit bevisz, de tehát nagyon érdekes és nagyon magas szintű összjáték érvényesül. Na most akkor végül most az a pont következik, hogy mi, akik így vagy úgy, de egy ilyen hermeneutikus, a titkok tudója, a tolmács, az interpretátor, a lejátszó művésztől megkapjuk a darabot és meghallhatjuk, és akkor halljuk a zenét. Mi történik velünk? Már mehetünk kis tudatállapot. Ha, és akkor itt nagyon érdekes, egy Fredrickson nevű kutató a fázisokat leírta. Mit mondtam a bevezetőben, az idézetben, a zene behatol az emberbe. Na most ezen a fonalon megy végig Fredrickson, és azt mondja, hallod a zenét, és még szinte szeparálod magad. Nem is engeded magadhoz.
tulajdonképpen ez olyan, amikor nem kelt benned semmiféle, tehát nem engedett be, hát az azt jelenti, hogy közönyös és távol tartod magad. Lehet olyan, hogy nem szereted és ezért távol tartod magad, de ahhoz már az kellene, hogy egy picikét beenged. Ez az az állapot, hogy szeparáció, hogy egyáltalában nem érdekel a zene. Nem, nem. Na most ér a zene és elér hozzád. Elér a megérintődés szakasza. Amennyiben te ilyen zenét, amit hallasz, már hallottál, akkor már nagyon gyorsan ki fog nyílni, úgy a füled is, meg a lelked is, tehát a jobb agyfélteke, érzelmi csatorna, meg a tudatos tudatot, és akkor rárezdülsz. Miért? Mert már van mihez kötni. Ha van egy zenei alapséma, már egy ismerőség, akkor már sokkal jobban beengeded. De még csak beengeded. De ezzel nem jár együtt, hogy te átengeded egészen a lényedet a zenének, tehát igaz, hogy te átélsz valamilyen érzelmi reakciót, vagy néha a melódia ugye elrabol egy kicsit, de nem adod át a teljes énedet. És a következő fázis, amikor úgy hatol be a zene, és úgy sajátít ki, és úgy mos át, áthat teljesen, és szinte átjár, hogy ezt a felül emelkedettségi állapotot, ezt a majdhogy nem extatikus állapotot is képesek vagyunk átélni, avagy, amit úgy nevez a pszichológia, hogy katarzis. És akkor most azokat a jelzőket mondanám el, ami ezt az emelkedettséget hát jellemzi, hogy mit mondunk a zenei ilyen élmény állapotra. És ez önmagáért beszél, hogy mi milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, mert magát azt a belső állapotot fogja minősíteni, amit mindannyian átélünk, és kérlek akkor ezt próbáljátok kötni valamihez, hogy mit sugallnak ezek a jelzők. Varázslatos, elbűvölő, felemelő, elsodró, lenyűgöző, magával ragadó, eufórikus, mámorító, szárnyaló, felszabadító, túláradó, igéző, igézetes, elbájoló, észreszejtő, földön túli, mennyei, frenetikus, összességében magával ragadó és felemelő. Mit jeleznek ezek a szavak? Pont azt, amilyen tudatállapotban mi a zene hallatára lehetünk, vagyunk, vagy esély arra, hogy lehessünk, és ami nagyon jó, hogy ezt az állapotot átéljük, mert mi történik ilyenkor? Olyan hormonális folyamatok, vitalitás generátok, életerő serkentő, olyan biológiai folyamatok generálódnak, amitől az élet új értéket nyer, jól érezzük magunkat a bőrünkben, már azt is lehet mondani, hogy túlságosan is kiterjesztve ezt az állapotot, nagyon jó közérzetbe kerülünk. De és mi van akkor, hogyha az a zene, ami ilyen módon behatol a személyiségbe, egy olyan fajta megmozgatottságot idéz elő, hogy rárezdül a zene pontosan arra a lelki állapotomra, amiben nyomorultul itt vagyok, szerencsétlenül, bánatosan, fájdalmasan, sebzett lélekkel összetörten. Mi van akkor, hogyha az a zene így behatol és elér? Akkor mindezekben egy olyan teremtő megmozgatás, egy olyan felszabadulás történik, hogy amikor a könnyek előjönnek ennek hatására, vagy amikor te érzed, hogy most annyira megmozgatott, és annyira valahogyan úgy hatott rád, magad se tudod már megmondani, elvontabb, magasabb kifejezésű szavakkal, csak azt érzed, hogy valami nagy dolog történt, valójában az történik, hogy olyan katarzis áll elő, katarzis ugye a megtisztulás, hogy mindezektől, mint egy megszabadulva, feloldva ezeket a belső folyamatokat, egy elaboráció, feldolgozási folyamat zajlik magától, természetesen a zene felemelő, kiszabadító, kioldó és szabaddá tevő hatására. Kokas Klára, zenepedagógus mondta azt, írt egy könyvet, a zene felemeli a kezeimet, ez volt a könyv címe, és azt mondta, olyannyira meg tud mozgatni minket, befogadókat,
a zene, hogy amikor oda elérünk, hogy már ezt a bizonyos belső megmozdítást eléri, akkor már mintegy egy kicsit elrabolta arra az időre a mi érzelmi énünket, és lehetővé tette azt, hogy olyan átrendeződések történjenek a mi érzelmi tudatunkban, amiknek lehet terápiás jelentősége, tehát gyógyító jelentősége, lehet egy fölszabadító, ventilációs jelentősége, és lehet olyan jelentősége, hogy magát az élvezetet hozza, hogy örülni tudunk az életnek. És ez az életöröm, azt is nézték, hogy a különböző ugye, személyiség szinteken, hogy is van ez a különleges állapot, hogy az ego maga, az énünk, a mi tudatos énünk nagyon bele tudja magát adni az örömbe, és nagyon hagyja, hogy tökéletesen átjárja, áthassa ez az érzés, de valójában, ami az érzésekben kifejezésre kerül, az a te szívverésed, az a te pulzusszámod, az a te vérnyomásod, tehát a tested úgy vonódik be, hogy akarattalanul nem tudod nem tenni, mert ez magától történik. Tehát az egónak ez a fajta öröme, ez egyben azt is jelenti, hogy az egész szervezetet megmozgatja, és egy új állapot fizikai vagy fiziológiai állapotba hozza. És így most ennek az útnak úgy értünk a végére, hogy tudom, hogy nagyon foghias, és csak végigszáguldottunk egy folyamaton, egy úton, de mégis talán valamit tudtam elétek tárni, aminek a fő csatornája az, hogy valahol megtörténik az a folyamat, ami a teremtő alkotó folyamat, hogy nem saját gyönyörűségére, hanem mások hasznára valaki valamit megalkot, másnak megalkot, a másiknak, az énjét transpersonálisan, az én határokat átlépve másoknak adja, amit megadatott, hogy ő megalkosson. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, ismeritek, ugye? Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad, örömed, nincs rád szüksége a világnak, ezért a szent fát félretedd. Petőfi Sándor, tudom, ismeritek, csak utalok rá. Szóval úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy küldetés, valamit adni a világnak a zenével, hatalmas erejű, jelentőségű küldetés alázattal. Az ember magaslatán van az interpretátor, mert ki a legmagasabb, aki a legmélyebbre tud hajolni. Át tudja adni úgy, olyan alázattal azt, amiben ő tolmács, de ő a titkok tudója, mert arra képes, amire te se, én se, egyikünk se, ő képes, és ő ezt a talentumát arra használja föl, hogy továbbadja, ami egyszer megszületett. És amikor mi befogadjuk, mi magunkba újra teremtjük, de már egyéni, sémáink szerint elég különbözőképpen, az már attól függ, hogy milyen a zenei neveltetésünk. És akkor zárszóként mondom, na és akkor mi együtt a koncerten, mi együtt zenehallgatók. Ez egy csodálatos dolog. Ismeritek azt a kifejezést, hogy konspiráció? Összeszövetkezés? Abban van egy szó, spiro, ugye? Tehát a lélegzetvétel. Tehát konspiráció, kon veled, együtt lélegzem. Tehát az igazi zenei élményben, mikor már úgy hatott és úgy hatol be az érzelmi agyunkba a zene, hogy elkezdünk azonos módon lélegezni, észrevétlen folyamatról van szó. Ha elektródákat raknának föl a fejünkre, akkor szinkronizáció azonos folyamat lenne detektálható, egység agy, és ezt nevezzük valóban annak a csodálatos folyamatnak, hogy mi egy agy vagyunk, egy élményközösség, együtt a közösségnek olyan csúcsán és magaslatán, hogy nincs semmi, ami elválasztana a másiktól. Vagyis igazán közösségre jutunk, és igazán egységben testvérek tudunk lenni. Ez az egység tudatállapota. És amikor koncerten látjuk azt, hogy a ritmus hatására megmozgatott ifjúságunk olyan zene hatására, ahol már sokszor a ritmus az, ami eleve befolyásoló, és a dallam meg egyebek,
ami a zenének szigorú alkotó része, már nem annyira döntő, de a ritmus az, hát gondoljatok egy dobszólóra például. Milyen rendkívüli megmozgató hatása van. Akkor elérik, mikor együtt csápolnak, akkor elérik azt, hogy lehet, hogy százfélék és szanaszét húznak, de akkor abban a pillanatban egységben vannak. És ez az összetartozásnak, a közösségnek egy olyan fajta örömaktusa, ami örömünnep is lehet, ha nem fertőzi meg egyéb, ami esetleg vele járó. Együtt lenni, és nekünk itt is most együtt lenni a zenében egy olyan maradandó élmény lehet, amiben megélhetjük azt, hogy amit hallunk, és ahogy kire-kire hat, mikor mi együtt élvezzük ezt, akkor leszállhat az angyal, ahogy mondani szoktuk. Akkor egységben lehetünk. Jobb agyféltekei folyamatok magaslatán fönn, kibővült tudatállapotban, extra tudatosságban, és így vagyunk igazán egyek, és ezt az élményt kívánom sokszor mindannyiunknak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hadd képviseljem most én a közönséget, bár tudom, hogy sokaknak sokféle kérdésük lenne, de az előadást hallgatva bennem azért fölmerült egy-két dolog, hogy az nagyon tetszett, amit a Stravinsky idézett, hogy nem is tételezem fel, hogy bárki ne értené a nyelvemet. Hát azóta úgy látszik, hogy a kortárs zene egyre inkább efele halad, hogy a zeneszerzők nem gondolják azt, hogy mi nem értjük a nyelvüket, de hogy vajon a rend és a rendszer az mennyire fontos ahhoz, akár hallgatói oldalról, akár zeneszerzői, akár előadói oldalról, hogy ez a katarzis élmény ez megszülessen bennünk? Olyan nagyon jó a kérdés, mert éppen a zene legmagasabb törvényei azok, amiket a bal agyféltekei, a ritmus központ, ez a bizonyos órajeladó sejtek, és amik ugye jelzik, hogy mi az, amit befogadunk, és a ritmus detektálják, elvisznek olyan szintekig, ahol az összehangoltságnak, konszonanciának olyan törvényei tudnak érvényesülni, amik csak az univerzumban lelhetők föl. Tehát a zene képes arra, és az emberi agy, ez a kis koponya, amelyik befogadja azt a néhány sejtet, amelyik képes azt a fajta konszonancia élményt, rendet megteremteni, lehozni, ami csak a, hát az univerzum sajátossága, az égi testek a törvények leképező óriási jelentőségű a dolog. Tehát a zene kivisz az univerzumba bizonyos értelemben. Csak nem akarom túlfogalmazni, félek, hogyha többet mondok, akkor valami ezoterikus, akármi jut valaki eszébe, de nem erről van szó, abszolút szabályos dolog, hogy a szabályok csúcsa, a szabályok szabálya, ami valahogy létre tud jönni ezáltal, és ezért az igazi zene az képviseli, és hozza is a szívbe is ezt a bizonyos szabályrendszert. Azt gondolom, hogy nem lehet túlmagyarázni, a Cifra Fesztiválnak a hallgatói lassan agyműtétet is fognak végrehajtani. Itt már a dopaminról, mindenről tudunk mindent. Szóval viszont amit még a katarzishoz kapcsolva szerettem volna megkérdezni, az legalábbis magamról vagy a saját tapasztalataimból kiindulva azért ez egy veszélyes dolog. Mert hogy a szó jó értelmében, mert hogy tényleg annyira megtisztító erejű tud lenni, hogyha minden alkalommal ezt élném át egy koncerten, akkor valószínű nagyon megválogatnám azt, hogy mikor megyek koncertre, mert ez tényleg egy ilyen nagyon súlyos dolog tud lenni. Mi kell ahhoz, hogy az ember hogy tud annyira nyitott lenni, hogy gyakran
tudja ezt átélni, ezt a megtisztulást? Hát ezt a szót már ki is mondta gyakran. Gyakran zenében lenni, a zenében benne lenni, a zenét hallgatni úgy, hogy valóban akkor nem más csinálunk, hanem a zenét hallgatjuk, mert akkor belém jön a zene, és én vagyok benne a zenében, és így olyan módon lesz egy edzettsége a léleknek, hogy mindezeket a különleges állapotokat meglehetősen hamar eléri az illető. Itt most nem beszéltem arról, hogy a zeneélmény megélésének a fokozatai a zsigeri vegetatív, ez a gyönyörűség szintű, amikor már az egóm azért tud is valamicskét, tehát a tudatom már azért csak tud arról a darabról valamit, és a legfelső szint, amikor már a zenének a szerkezetéhez érek el, és amikor már tudom azt, hogy hogy épül föl maga a zene, és ez a legmagasabb zenei műveltség. Na most az a helyzet, hogy az szerint, hogy mennyire iskolázódom végig ezeken a fokozatokon, érhetem el a katarzisnak különböző szintjeit. A totál katarzis nyilván az, amikor nem pusztán csak a zsigeri vegetatív átélés, hogy nagyot sírok és kiborulok, vagy nem is tudom, újjongok, vagy, hanem amikor már mindezeket a legmagasabb szinten is megértem, hogy mi történt velem, hogy a tudatosítás szakasza. Most tulajdonképpen a zeneterapeuták nagyon is felé igyekeznek, hogy fölszabadítás, kiszabadítás, kinyitás és megértés. Tehát a műveletet azt elvégzik, hogy úgy mondjam, segítik elvégezni annak, aki befogadja a zenét, hogy tényleg helyére kerüljön a katarzis, és hogy ne legyen belőle valami nagy veszedelem. Ennek fényében akkor Emőke miért választotta azt, hogy Balázs János a szerelmi álmokat játssza az elején, mert hogy ez Bagdi Emőke választása, és hogy a végén pedig a hősi polonész csendüljen föl Chopintől? Hát igen, mert képzeljétek el, hát ez tényleg egy gyönyörűséges dolog, mert hogy ez a két darab az, amit én hallottam, és olyan mélyen beivódott, hogy Cifra Györgytől hallottam, hogy azt mondtam, hogy nem lehet szebben, nem lehet jobban, ez csak így, hogy 8-10 perc, 9 perc körülbelül, de hogy mégis ez alatt el lehet szállni. Szóval, hogy úgy éreztem, hogy, és ez mind a kettő ázdúr, és valami van, ami az én lelkemmel nagyon rokon, és ezért nyilván az én érzelmi sémáimban ennek van egy különleges személyes jelentősége. Bocsánat, ez nem pszichoanalízis. Úgyhogy azért azt el tudom mondani, hogy az ázdúr a romantikában a szerelemnek és a hősiességnek a hangneme. Hát, tehát ez... Szóval, de ugye tényleg érzitek, hogy itt megvan ez a bizonyos, tovább lépek, akkor már egy saját személyes világba toppanok be. Tehát a zene pont ezt tudja, hogy úgy kinyit, és olyan mélységekre tud behatolni és megmozdítani, aminek már van egy veszedelme, hogy mennyire lesz nyitott az ember a világ felé. Igen, nagyon, én még egy élményem van egyébként Cifra Györggyel kapcsolatban, de ez a fiához is fűződik. Rachmaninov második zongora versenye, volt egy csodálatos koncert, a fia volt, aki vezényelt, akiről tudjátok, hogy milyen tragikus körülmények között hunyt el, és én komolyan megfordult a fejemben, de hát ez most már abszolút ilyen szubjektív vallomás, hogy született valaki, egy ifjú zongorista, és hogy lényegében azért is mondtam, hogy reinkarnáció lehet, hogy a fia helyett fia, és hogy én azt hiszem, hogy valaki, egy fiú, aki gyerekkorában is már olyan lelkesen híve volt ugye Cifra György zenéjének, és hogy játszotta, és hogy tulajdonképpen lélekbe a fiának szegődött, és most viszont egy emléket állít, és én szerintem ilyen nemzeti lelkiismeret is ez a Cifra György sorozat, mert ugye fesztivál sorozat, mert hogy emlékezünk. És tulajdonképpen az emlékezés az a szerető meg szeretetnek a kifejezése. Ugye, akire emlékezünk, az él és azt szeretjük. És ő az apjának, idézőjelben az apjának emléket állít ezzel a fesztivál sorozattal, úgy érzem. Ez nagyon szép. Bár a Rachmaninov második zongora versennyel nem tudunk most szolgálni. Ma még nem hegedültem. Hölgyeim és uraim, dr. Bagdi Emőke!
Nagyon szépen köszönöm. Az a javaslatom, hallgassuk a zenét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Bagdi Emőkének, hölgyeim és uraim, akkor elmondanám, nem akarok senkit kitakarni. Szóval a zárásként, tehát hogy keretes szerkezetű legyen a mai este, akkor meghallgatjuk Chopintől az Ázdúr hősi polonészt, nyugodtan szerintem a kiemelt páholyban is hallgathatja Emőke, az Ázdúr polonészt, és utána, ha már Bagdi Emőke emlegette Cifra Györgyöt, akkor Johann Strauss keringő reminiszcenciák és parafrázisok Cifra György átiratában ezzel zárjuk. Hölgyeim és uraim, a zongoránál Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész. Thank you.